Szép jó hajnalt mindenkinek, Thorin vagyok, ez pedig az Oxygen Not Included folytatása. Igen, csak szépen töltjük fel ezt a rakétát ismét. De legyen olyan egyszerű. Adát és a pilótát és az egyebeket kivesszük belőle. Rengeteg acél van, ami jó hír. Igazából mehet, ez most itt csak szüttyögök. Valahol még lustizni is tudnak karaktereink. Az azért igen szép teljesítmény. Jó. Thank you.
Okay. Se lesz sokkal hűsebb a helyzet. Csak egy picit. Ennyi a célunk nincs, még ha itt vissza is nyerünk egy csomót belőle. Persze először az elbontással dolgoznak, mert logikus, hogy először azzal. Dolgozzanak, ugyebár. Egy, igen, azt meg elérik, elvileg. No, és akkor koncepcióhoz az lesz, hogy itt ennek lesz egy-egy lyuka, vagy kettő, vagy három, és itt a fedezékben meg lesz a RoboMiner, ami majd szépen beássa őket. Persze, ehhez az kéne, hogy ezt gyorsan megépítik. De inkább lustiznak. Meg random helyekre hoznak egy-egy adag cuccot.
Gránit. A fene tudja, miért ott van egy darab gránit. De például ez miért nem bontja le, ha egyszer a zónáján benne van? Na mindegy. Se baj, jönnek azért, és megkezdhetjük a különféle pótlásokat. No. Kell nekem, hát ennek adjunk egy magasabb prioritást. Az ráér bizonyos értelemben. Most nem tudom, hol vannak egyébként hőseink. Mit és hol csinálnak ilyenkor? Vagy mindenki szakácskodik, meg fut a keréken. És egyszerűen nincs elég tároló. Úgy látom. Hát, vagy valami ilyesmi. Mossatok föl valamennyire, az is legalább előrébb visz, ha már ez a nyavaja nem akar lehűlni eléggé. Pedig körülbelül az első vízvartnak kéne csak visszaváltania, és utána minden oké lenne. De hát úgy látom, itt nem fognak dolgozni a fiúk. De nem kívánnak. Az egy hülye ötlet.
Ide futkároznak le, meg nem tudom, hol és mit csinálnak. De nem a hetes feladatokkal dolgoznak, ezt meg tudom mondani. Ami egészen érdekes, úgy döntöttek, hogy a 7 se elég most már. Na, 8-asnál azonnal jönnek. Hát ez van. Lehet, hogy nem kell az egész 8-as feladattal, de így hajlandóak megcsinálni. Egyébként meg csak nézték, hogy mi van. Wow! Okay. Papíron ki vagy jelölve, gyakorlatban nyilván nem leszel. Végtelenségig megejtve. Automatika, ajtó, elektronika, áram. Oké. Robo Miner, az a shippingbe volt. Tö-tö-tö. Hajrá.
aztán majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz a végére. Gázpumpa. Felteszem, ez a pumpa, ami nem túl egészséges. Jobb lenne, ha az nem lenne eltörve. Jaj, nincs bevezetve sehova. És ennek ellenére nem nyílnak meg a kapuk. No. 3 tonna bünti, 3000 kilométer, elvileg el tudjuk ezt érni szépen. 4 cumóval, ha és amennyiben jól értettem a működését a dolgoknak. Nem biztos, hogy most lesz módunk elindítani ezt a szép nagy szuper tudományos rakétát. Meglátjuk. Ja, hogy most éppen már jönnek is a bogyók. Jó, és azt hiszem egy vezetékre is szükségünk van. De cserébe egy padlócserét is megejthetünk. Mert ennek innentől kezdve nem kell acélból lenni. Ezt majd szépen fölhúzhatjuk oda. Az acélpadlót. És az mindenkinek hasznos, ha nyerhetünk némi cumót.
Oké. Okay. Ezt nyugodtan le lehet bontani. Meg ezt is. Pont ugyanolyan jó egyik vagy másik haszontalan egységünk. Természetesen. Ennek így kell működnie. Illetve egészen pontosan így kell nem működnie. Oké. No, mindegy is. Valamennyire megálltunk. Hogy állunk ezzel a töltéssel? 5000 kilométer. És még félig sincs tele. Kényelmesen el tudunk menni. Oké. Okay. Jó hír. Ha már sikerült oda a francba kiesned, akkor te leszel az, aki lebont itt mindent nekünk. Leginkább, mert nincs alternatívád.
No, most már kapsz line of sight-ot. Mi a pokol van szerinted előtte? Na mindegy. Csak megépül előbb-utóbb, mint működő eszköz, vagy nem. Vagy nem. Gondosan a vagy nem fázist léptettük életbe. Az egyetlen megvigasztaló elem, hogy a bázis maradéka az úgy látszik stabilan működik, anélkül, hogy ránéznénk. Nem, ennek továbbra is no line of sight-ja van. Itt kilátott, itt nem. Nem tudom miért. De könnyen lehet, hogy továbbra is útban van neki az üveg. Egyébként ennek is nulla szkenn értéke van.
Hát ettől nem javult. Na, hát majd meglátjuk. Békésen jön az üzemanyag. Nagyjából 3 kilométert kilogrammonként, amit meg tud tenni. És egyből van hozzálátása, amint az üveg nincs útba, úgyhogy sajnos továbbra is az üveg az akadályozó tényező. Jó. Ezt a robominert elbontjuk. Egy másikat. Ezek szerint valahol itt ki kell alakítanunk. Tizennyolc, 27, 45, 55, ennyi. Meg egy bambi. Azért a kajakészletünk az erősen megcsappant. Ugye a 8-as feladatokkal egy csomóan nem dolgoznak máshol, ahol kellene, hogy dolgozzanak. Úgyhogy most hagyjuk egy picit dolgozni a kajákon.
Hát gáz az továbbra sincs. Dormant. Még két ciklusig. Utána mondjuk egy fokkal javul a helyzet. Oké, azt hiszem ezt learatjuk és visszarakjuk újra, és akkor hirtelen működni fognak. Van egy ilyen sonda gyanú. Mindegy, most hozzák majd vissza. Az már csak mellékes szórakoztató program. Na úgy van. Ugyanoda berakjuk ugyanazt és működik. Szépen elkezdik veszettül lehűteni itt a levegőt, és azon keresztül a vizet, meg minden egyebet. Bár jelenleg úgy látom, nincs szükség se az acélra, se az egyébre. Vasból növekszik a készletünk. Meglepő módon. Nem is annyira meglepő módon, de így alakult. Hát ne állj ott egyfolytán akkor. Nem muszáj. Senki nem mondta, hogy neked ott meg kell sülnöd. Na mindegy. Hét és fél ezer, hát ma már nem tudjuk indítani, de holnap a legközelebbi menetbe még egy rakétát el tudunk küldeni. Azzal remélhetőleg befejezzük az első vonatkozó technológiát. És akkor lehetőség lesz valami hasznosat visszahozni. Attól tartok, itt egy újabb rakétát fogunk majd kialakítani egyébként. Mert ezt szerintem meghagyom, mint tudományos rakétát. És fölépítünk egy gazdaságit, mondjuk úgy, egy teherrakétát, amivel majd valamilyen egyéb dolgokat szedünk vissza.
Erről az elsőről sokat nem lehet. Szén, gyémánt, niobium, tudnám mire jó. Innen lehet vas, réz, obszidián, meg smooth hatch. Innen acél, réz, üveg. Ilyen értékes üveg. Jég. Mindenféle bogyók. Innen meg nem tudjuk. Na meg egyre kevésbé opció, hogy elérjük. Na hát, folytatjuk innen legközelebb. Valamennyire rendeztük ezt a obszervatóriumot, de sajnos továbbra sem működik az, hogy üveg mögé rejtjük, és akkor kulturáltan működne. Kár. Folytatjuk legközelebb.